Szadán október 21-én az újonnan megválasztott képviselőtestület alakuló ülését tartották a Székely Bertalan Művelődési Ház dísztermében. Oroszi Sándor független jelölt a szavazatok több mint 46%-át kapta. A hat főből álló képviselőtestület tagjai közül Oroszi Sándor Szódás, Petrák Árpád András és Török László Fidesz-KDNP színeibe indultak, valamint Pintér Lajos, Verébné Nyerges Kovács Rozália és Vrabé Balázs független képviselőként szereztek mandátumot. Oroszi Sándor ünnepélyes megnyitója után a képviselőtestület elfogadta az alakuló ülés napirendi pontjait, majd Antalka Géza, a helyi választási bizottság elnöke tájékoztatott a szavazás eredményeiről. Múlt héten már 14-én tájékoztató jelleggel ismertettem a választási bizottság összesítése alapján elkészült eredményeket. A megállapított eredmények azonban a jogorvoslati határidő leteltével válnak jogerőssé. Örömmel jelentem, hogy a szadai választás eredményét senki nem támadta meg, így a 14-én kihirdetett eredmények jogerőre emelkedtek. Itt szeretném megköszönni mindazoknak a dolgozóknak, a szavazókörben dolgozóknak, az önkormányzatnál dolgozóknak, és mindazoknak, akik bármilyen módon segítették ezt a munkát, hogy ilyen precízen, pontosan sikerült elvégezni, hogy ebben senki nem talált hibát, és ennek eredménye az, hogy tényleg ilyen zavartalanul megtörtént a választás. És most engedjék meg, hogy röviden, csak tényszerűen ismertessem a választás eredményeit. Szóval a nagyközségben a választásra jogosultak száma 3711 fő, ebből szavazóként megjelent 1613 fő, ez az összes választásra jogosult 43%-a. Szavazás alkalmával polgármestert, képviselőtestületet választottunk, és a megyei küldöttekre is szavaztunk. Mindezek után elsősorban a polgármester választás eredményét szeretném ismertetni. Az 1613 leadott szavazatból érvénytelen volt 40, így 1573 érvényes szavazat volt. A három érintett jelölt közül Rába György Károly 166, Petneházi Balázs Pál 681 és Oroszi Sándor 726 szavazatot kapott. A választási törvény alapján polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Oroszi Sándor 726 szavazattal a legtöbb szavazatot tudhatja magáénak, és így 5 évre Szada nagyközség polgármesterévé választottuk. Gratulálok, polgármester! Köszönöm. Köszönöm. Ezt követően Oroszi Sándor polgármester letette az esküt. Én Oroszi Sándor, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat, Szada nagyközség fejlődésének előmozdítása, érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. Isten engem úgy segéljen. A polgármesteri eskü után az újonnan megválasztott képviselők eskütételére került sor. Képviselői tisztségemből eredő feladataimat. Szada nagyközség. Fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem segítsen. Képviselő urak, képviselő asszony, köszönöm az esküjüket. Az immár törvényesen működő testület elfogadta az aktuális, új törvényi előírásoknak megfelelő szervezeti és működési szabályzatot, majd a frissen alakult szavazatszámláló bizottság ellenőrzése mellett titkos szavazással két alpolgármestert választottak, Petrák Árpádot és Vrabé Balást. Az alpolgármesteri választás végeredményét kihirdetném. Petrák Árpád 7 szavazat, Vrabé Balás 7 igen szavazat. Mind a ketten természetesen Petrák Árpád is 7 igen, és a Vrabé Balás is 7 igen szavazattal. Tehát a két megválasztott alpolgármesternek gratulálok. Alpolgármesteri tisztségemből eredő. Alpolgármesteri tisztségemből eredő. Feladataimat Szada nagyközség. Feladataimat Szada nagyközség. Fejlődésének előmozdítása érdekében. Fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segíts. Isten engem úgy segíts. Az alpolgármestereknek átadták a megbízó leveleket, majd döntöttek a vezetők tiszteletdíjairól. Szada társadalmi megbízatású alpolgármesterének havi illetménye bruttó 180 ezer forint, továbbá költségtérítése 27 ezer forint. Oroszi Sándor polgármester illetménye a törvényben meghatározott bruttó 468 ezer forint, emellett 70.200 forint költségtérítés illeti meg havonta. A határozat elfogadása után programtájékoztatót tartott a jelenlévő hallgatóságnak Oroszi Sándor. Azt hiszem, hogy mindenki ismeri a jelenlévő hölgyet és az urakat. Túl sokat nem tudnék mondani, de egy, amit szeretnék tartani, nem ígérgetni, tartani. Szadának azt a fejlődési szintjét, amiben most is mozgunk. Mert az elkövetkezendő időben egy csodálatos objektumot fogunk átadni, 30-án. Szadaközség új óvodáján. Fogják látni, hogy dolgozott a testület eddig is, dolgozik ezután is. Én úgy gondolom, hogy azokkal a paraméterekkel, amelyekkel ma a kormányhivatal jelenlévő képviselője jelenlétébe átvettem Vécsei László országgyűlési képviselőtől a polgármesteri posztot, ezekkel a paraméterekkel pozitívan tudunk nekiindulni az elkövetkezendő időnek. Nagyon függ attól, hogy ezt a pozitív pénzügyi és fejlődési mérleget a jelen megválasztott képviselőtestület, benne a két alpolgármesterrel és személyemmel, hogy tudja majd hasznosan folytatni, követni, és továbbfejleszteni. Nagyon fontos az együttmunkálkodás. Mindig meg kell nézni a vezetésnek, hogy minek van prioritása. Nyilvánvaló, ha van olyan ember, aki még saját lábán el tud menni egy helyről, és a másikat meg segíteni kell, akkor ahhoz nyúlunk, akit segíteni kell. Most ez egy virágpélda volt. Tehát a mi gazdálkodásunkban, ami jövőképünkben az van, hogy megadjuk Szadának azt, ami prioritást élvez. Szép dolog a népesedésünk, örülünk, hogy az iskolánknak rendkívül jó híre van, óvodánknak úgy szintén, tehát gyakorlatilag el lehetne itt mondani minden ágazatról, hogy nagyon jó szinten működik, a konyhánk híre, minden. De igen, ezzel együtt már most azon fő a fejünk, hogy hogy lesz az iskola bővítés. Mert a gyerekeinket nem tudjuk az eresz alá terelni, és nem tudjuk ott tanítani, tehát nekünk kell lépni. Igénybe vesszük a kormányzat, igénybe vesszük a iskolarendszernek a Kuno intézetét, aki központot, ő vezeti a központot, ő adja a lehetőséget, a pénzt. Pályázati dolgot, mindent igénybe fogunk venni ahhoz, hogy ezt megvalósítsuk. És olyan
elhelyezést tudjunk teremteni a gyermekeinknek, ami több funkciós. Egy több funkciós objektum megépítése azért is szükséges Szadán, mert ezzel tudjuk az ifjúság életterét növelni. Tudjuk ezt a kis közösségi házat bővíteni, mert ezt is már kinőttük. Hát egy nagyobb, hát most az összejövetelnél sem elég, de egy jótékonysági bár, vagy bármi, ami a közösségi életnek a sava borsa. Hát nem tudjuk már megrendezni olyan kicsi. Nagyon szép, aranyos, tetszik nekünk. Ezekkel a csodálatos hagyományőrző képekkel, mindene, ez egy csodálatos hely. De kinőttük. Kinőttük, lépnünk kell, fejlődnünk kell. Na most ezeknek a fejlődési szakaszoknak. És nyilvánvaló, eddig mondtuk, hogy ha a közművek le lesznek fektetve, akkor a csapadékvíz elvezetés és az úthálózat szilárd burkolata való ellátása. Ez nincs elfelejtve. Az útprogram nincs elfelejtve. Ezt már említettem az előbb. Tehát abba is lépünk, de még egyszer hangsúlyozom. Türelmet, tisztességet, segítséget kérek önöktől, mert a prioritást élvező dolgokat kell előre tenni. Az alakuló ülés zárásaként a térség önkormányzati képviselője, Szada korábbi polgármestere, Vécsei László szólt a képviselőtestülethez és a jelenlévő polgárokhoz. Minden változásban vannak kockázatok, minden változás azért bízunk benne, hogy pozitív fejleményekkel jár, és én bizalmat kérek az új polgármesternek, az új, régi új képviselőtestületnek, hiszen az elkötelezettségük nem lehet kétséges, nem lehet kérdéses, és a változatlanság az nem, vagy a folytatásnak az összefüggései azok nem azon múlnak, hogy milyen mértékűek a változások, hanem éppen ezen az elkötelezettségen, amit azt gondolom, hogy mindannyiukon lehet látni. Úgyhogy én tényleg a bizalmukba ajánlom a csapatot, segítsük őket, én magam is ezt fogom tenni, hiszen a közös hazánk, a közös otthonunk Szada, ennek érdekében azt gondolom, hogy minden ilyen kérést meg lehet fogadni, és minden ilyen kérést teljesíteni lehet. Köszönöm szépen a figyelmüket!